Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Nagy-Britannia, Montenegró és Szerbia. Körképünket Nagy-Britanniával kezdjük, ahol idén már többen próbáltak meg átkelni a illegálisan a La Manche csatornán Angliába a kontinensről, mint tavaly egész évben. A brit kormány számára a migráció jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Kertész Robertet kapcsoljuk Londonból. A folytatásban ő mondja majd a részleteket. Hát mit látunk, mit mondanak a számok? A számokat látjuk, de mit mondanak ezek a számok, illetve hát mit tud tenni a brit kormány, mik a terveik, hogy megállítsák az illegális behatolást az országba? Jó reggelt kívánok a nézőknek, a londoni belügyminisztérium friss statisztikájából tudok idézni, és ez azt mutatja nekünk, hogy január 1-e és október 25-e, tehát múlt péntek között eddig 29.578-an keltek át embercsempészek szervezésében a kontinensről illegálisan Angliába. Valóban ez több, mint tavaly egész évben, tudni 2023. január és decemberek között a statisztika szerint 29.437-en jutottak át. Jó rész Franciaországból az angol partokra. Statisztikailag ez nem túl szignifikáns emelkedés, mégis, hogyha ez az emelkedési pálya a hátralévő ideig két hónapban fennmarad, akkor gyakorlatilag biztosra lehet venni, hogy az illegálisan átkelők száma meghaladja az idén a 30 ezret. Hangsúlyoznunk kell, hogy mind a két évben jelentősen, hozzávetőleg egy harmadával kevesebben jutottak át így Angliában, mint a 2022-es eddigi csúcs évben, abban az évben ugyanis 45.774-en keltek így át a La Manche csatornán, mindenféle gumicsónakokkal, lélekvesztőkkel. A brit kormány azonban sürgető feladatnak tartja, és elsődleges feladatának tartja, hogy ezt az áramlatot mindenféleképpen meg kell állítani. Ha másért nem, azért, mert most már szinte heti rendszerességgel történnek sajnos tragédiák a La Manche csatornán az átkelések közben. A brit belügyminisztérium adatai szerint eddig az év elejé óta 57-en haltak meg ezek között az átkelési kísérletek között, köztük gyerekek, csecsemők, tehát mindenféleképpen nagyon sürgős ennek az egész embercsempész szervezett társaságnak a felszámolása, és a brit kormány elsődleges csapás iránya erre irányul. A júliusi választások után a kormányra került munkáspárti kormány megváltoztatta a konzervatív elődjének politikáját. Ugye emlékezhetünk, hogy a konzervatív párti kormány a közép-afrikai Ruandába akarta áttelepíteni az illegálisan érkezőket. Ezt a munkáspárti kormány törölte, és létrehozott egy határvédelmi stratégiai parancsnokságot, amelynek elsődlegesen az embercsempész szervezett bandák vannak a célkeresztében, és a tevékenységének középpontjában ezen belül is ezeknek a csónakoknak a beszállítói hátterét próbálják fel számolni. Érdekes módon Bulgáriában kezdődött ez a munka, tudni, hogy kiderült a vizsgálatok során, hogy a legtöbb ilyen csónak ott lép be az Európai Unió területére, és onnan jut el a francia partokra. Tehát ezt a hálózatot próbálják most felszámolni, erre irányul az elsődleges munka, és ebben a brit határvédelmi parancsnokság szorosan együttműködik az Europollal és az Európai Uniós szervezetekkel. Tehát mindenek előtt ezt a kereskedelmi háttérhálózatot próbálják felszámolni, a következő hónapokban, következő hetekben derül ki, hogy ez mekkora sikerrel fog járni. Montenegróban sem hagyják békén a lakosokat a nyugat-európai országok felé vonuló migránsok. Főként a boszniai határ mentén fekvő falvakban szaporodnak a nehézségek. A migránsok házakba törnek be, és mindent felforgatnak. Az embercsempészek is egyre erőteljesebben segítik a migránsokat. A részletekért most Budvára kapcsolunk Tóth Dianához. Mire panaszkodnak a helyi lakosok? Miben nehezíti meg az életüket az illegális migráció erősödése, és mit tudnak tenni a hatóságok? Ők milyen kihívásokkal néznek szembe?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves tévénézőket. Idén a nyár elején arról tudósítottunk innen Montenegróból, hogy a boszniai határ mentén fekvő falvak lakóit rettegésben tartották a Nyugat-Európa felé tartó migránsok. Lakatlan házakba törtek be, egyes épületeket fel is gyújtottak. Akkor a helyi lakosok egy tüntetést is szerveztek annak érdekében, hogy megpróbáljanak megoldást, illetve segítséget találni a problémáikra. Abban a körzetben most enyhültek a körülmények, viszont a nehézségek áttevődtek a délebbi határmenti térségbe, és szinte megszólalásig hasonló jelenetek játszódnak le most a Néksicsi körzetben. A migránsok most ezen a részen próbálnak átjutni Montenegróból Boszniába, és csoportosan vonulnak végig a környező falvakon. Menet közben az előző esethez hasonlóan betörnek az ülesen álló házakba, és az egyik ház tulajdonosa beszámolt arról, hogy milyen látvány fogadta a szüleitől örökölt házban. Elmondta, hogy mindent felforgatva talált a háznál, a földön cigarettacsikkek voltak szétdobálva, és ételmaradványok hevertek mindenütt. Több jel is egyébként arra utalt, hogy a hivatlan vendégeknek pénze is volt. Egy zacskóban ugyanis ismeretlen eredetű anyagot talált, ami a rendőrség szerint egyfajta kábítószer lehetett. Az esetről értesítették a rendőrséget és a határrendészeket is, de a falvak lakói továbbra sem érzik magukat biztonságban. Nem ismerik ezeket az embereket, akiknél sok esetben fegyverek is vannak. A migránsok viszont minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy kihasználják és a javukra fordítsák ezeket a lehetőségeket a továbbjutás reményében. 10 napja a fővárostól Néksics felé tartó mozgó vonatra akartak feljutni a migránsok. Emiatt több mint 20 percen át vesztegelt a szerelvény, és a többi utasnak is várakoznia kellett. A kiérkező rendőröknek az egyiküket sikerült elkapniuk, de a többi migráns elszökött a helyszínről. A hatóságoknak pedig közben az embercsempészekkel is meggyűlik a baja. Komoly bűnszervezetekről van szó, akik csoportosan szállítják tovább az Albánia felől érkező migránsokat Bosznia irányába. Október első hetében egy átfogó akció során 13 embercsempészt kaptak el. Ők haszonszerzés céljából több mint 350 migránst segítettek keresztül az országon. A banda szervezetten működött, több járművel is rendelkeztek, amikkel az ügyfeleiket szállították, és egy pakisztáni illetőségű embercsempész vezette a bűnbandát, és főként pakisztáni, bangladesi, szír, indiai, illetve nepáli migránsokat szállítottak tovább innen Montenegróból. Ismét migránsokat láttak a szerb-magyar határhoz közeli településeken. A helyiek szerint az illegális bevándorlók sötételés után jelennek meg kisebb 2-3 fős csoportokban. A településen kívül több nyom is arról árulkodik, hogy nemrégiben migránsok tanyázhattak ott. Most kapcsolunk Szabadkára, Lajko Anethez. Mit mondanak a helyiek, mit tapasztalnak a migránsokkal kapcsolatban, illetve hát hogyan viszonyulnak ahhoz a helyzethez, hogy újra megjelentek a migránsok a környékükön? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Szerbiában azért jóval kedvezőbb a helyzet, mint Montenegróban. Egy éve tulajdonképpen zavartalanul élnek a vajdaságiak, hiszen tavaly októberben zajlott az a nagyszabású rendőrségi akció, amely során több száz illegális bevándorlót szállítottak el, és gyűjtöttek be a szerb-magyar határ mentén húzódó erdős területekről, és akkor a szabadkai befogadó központból is elszállították a bevándorlókat. A befogadó központ azóta áll üresen egyébként, és hát nyáron a Szerbiába érkező és a Szerbián áthaladó migránsok számának csökkenése miatt számos befogadó központot bezártak az országban, akkor zárt be hivatalosan egyébként a szabadkai befogadó központ is, illetve a Presevói és a Nagykikindai is. A helyiek az utóbbi hetekben arról számolnak be, hogy kisebb csoportokban látják az illegális bevándorlókat ismét az erdős területek felé vonulni. Ezek a kisebb csoportok most 2-3-4 főt jelentenek. Jól emlékszünk arra egyébként, hogy a korábbi években 20-as, 30-as csapatokba verődve tették ugyanezt, úgyhogy jóval kevesebben vannak, mint a korábbi években. Kissé tartanak a helyiek attól egyébként, hogy a hideg idő beálltával majd a vajdasági falvakba, a
települések központjaiba jönnek be az illegális bevándorlók. És hát a hétvégén a Szabadkától mintegy 500 kilométerre található Piroton fogtak el egy embercsempészt. Egy 40 éves szerb állampolgárságú férfi kombiában 24 illegális bevándorlóra bukkantak. A férfi ellen eljárás indult embercsempészés vádjával. Vannak ilyen esetek az elmúlt hetekben, de még mindig jóval kedvezőbb a helyzet egyébként, mint a korábbi években. Lajko Anett, Diana és Kertész Robert, köszönjük!